Nos, ismét köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ez egy külső féltengely csukló. És golyók vannak benne, mint látjátok. Ja, inkább egy csavarhúzóval fogok demonstrálni. Tehát ugye itt vannak a golyók elhelyezve. Általában 6 darab van benne. Ez maga a kosár, ez pedig a csillag. És hát itt már jól látszik, hogy a fogaknak már game over, tehát itt 3-at vagy 4-et itt eldarált egymás mellett, de még nem is ez a fő probléma, hanem itt már hiányzik egy darab a csillagból, de a fő problémánk az, hogy ott bent van egy golyónk. Ugyanis a 6-ból már csak 5 teljesít szolgálatot. Megpróbálom ezt ezzel kiemelni, hátha kiszedi. Igen, itt is van a mi kis golyóvisunk. Néhány törött alkatrész, hát Istenem, na most. A Lada Samurai szétszedhető, és össze is tehető. De Skoda esetében nem szétszedhető, helyesebben szét lehet egyszer, aztán összerakni már nem lehet, tehát ott van egy golyó, ott van még egy golyónk, ott a harmadik. Itt sunyiskodik a negyedik, ott az ötödik, és onnan a hatodik hiányzik. Na most meg lehet kísérelni a behelyezését, de ha egy golyó önálló életet élt, és kijött, és befelé esett ráadásul, ami jelen esetben a Samara esetében pompás dolog, mert vissza lehet tenni. Tehát mondom, a Samara feltengely csukló szétszedhető ripityára. De a mi esetünkben a Skodánál már nem kecsegtet bennünket az a nagy hír, hogy visszatesszük, és húj de fasza, mert ha már egyszer, már is mutatom, fényfele fordulok, ha már egyszer ugye kijött a golyó, és még csak itt van a feltengely, itt van, tehát még tudna fordulni, ugye elkopott a kosár, elkopott a fészek, tehát elkopott a kosár, elkopott a fészek, és ez ezután is szépen ki fog jönni. Tehát el lehet mosni, össze lehet tenni. Persze még föl is lehet heggezni, mindent lehet csinálni, csak tegyük fel magunkba a kérdést. Hogy jelen esetben, amikor mi az kis babusgattuk a kedvencünket, ott is látszik, hogy ez a golyó már kitört egyszer a helyéről, illetve a kopások is látszanak. Az úgynevezett, ott is már hiányzik egy darabka belőle, az úgynevezett csillag elkopott állapotban van, hogy érdemes-e küszködni még vele, vagy inkább üzembiztosabb, hogyha egy új feltengelycsuklót teszünk bele. Na most Samaránál is, mert sokan csinálják ám, hogy nem veszik figyelembe, hogy már szétkopott a csillag, esetenként még sérült is, mint itt. Itt tökéletesen látszik, hogy ebből már itt egy darabka is kitört. Tehát nem veszik azt figyelembe, hogy már sérült a csillag, és ha már kiköpte a golyót, akkor ki fogja köpni a többit is.
ennél az volt a, hát a szerencse, hogy befelé köpte, nem kifelé, de itt is szét tudnám szedni, vagy nem elfordítom ennyire. És ugye itt még a féltengely még itt van, tehát pont kiford, azt szoktam mondani, ha már derékszöget zár a féltengely hajtó, rúd a csuklóval, akkor fölösleges, akkor már ki kell cserélni a picsába, mert kiköpi a golyókat. És a másik ugye, hogy izék kopnak el jelen esetben, nagyon ritka, de nem lehetetlen, hát általában akkor nyíródik el, és általában a csillagnak a részei nyíródnak el, amikor olyan széles gumi van fönt, olyan maximális tapadású gumi van fönt, és olyan lábbal indulunk, hogy ugye feszül, és mindig fordul oda, odébb, míg aztán körbe fordul. Most megpróbálom megmutatni itt ebben az oldalában, de már tiszta olaj vagyok, és már unom is. Tehát itt, innentől idáig kopott szét a ricni. Ami ennek a féltengely csuklónak a további babusgatását nem teszi indokoltá. Tehát ugye benne van a féltengelyünk, elcsavarjuk a kormányt, és hopp, ott már ki is tud ugrani. Hát még itt van nekünk is zsír, azt hittem, hogy alkatrész darabka. Tehát ugye itt már ki tud ficcenni a golyó. És akkor, ha kificcen az egyik golyó, előbb-utóbb az a tútba lesz, önálló életet él, széttöri a kosarat, és az egész szétszakad a picsába, aztán vontathatjuk haza a szerkezetünket. Most néhány szó a Lada Samaráról, hogy a Lada Samará úgy van legyártva, hogy ezzel a módszerrel, tehát így ki lehet fordítani a golyóbist, ki lehet így szedni, darabjaira szét lehet szedni, el lehet mosni és össze lehet tenni. Ez igen, ebben nincs is probléma, azzal van a probléma, amit az előbb is mondtam, hogy a szamaránál sem a végtelenség lehet összetenni, de hozzáteszem, hogy a szamarában, mint a bicikli kontráknál lehet kapni túlméretes golyókat. És akkor az még tud futni, nem egyszerű az összetétele, de nem bonyolult. És akkor az még tud futni, még jó pár ezer kilométert bír. Ugye ennek azért fontos a zsírzása, én már sokszor elmondtam, hogy én azért évente lehúzom a porvédőket, kenekbe zsírt, külső-belsőkbe, és ezzel növelem az élettartalmát a csuklónak. Opelkán már negyedik éve vannak fenn a csuklók, és hál' Istennek nincs problémát. A feleségem autóján most megszólalt, azt mondtam neki, hogy óvatosan forduljon, meg kuplungoljon, mert most nincs pénzem még csuklócserére is. Aztán, bár ő nem szadizza az autókat, nincs fel probléma, de mondtam neki, hogy figyelmesen forduljon, ha kell, akkor inkább kétfogásból forduljon meg, és akkor onnan ott lehet látni, hogy a nútok, a ricni egyszer lekopott a picsába. Na, tehát akkor ennyi a féltengelycsukló, kiveséztük a problémát, köszönöm a figyelmet, szervusztok!